Szóval a tech egy olyan közösséget adott nekem, amiről nem is tudtam, hogy szükségem van rá, és szakmailag egy olyan látásmódot, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Viszont ahhoz, hogy az ember társadalomtudományról vagy politikáról tudjon gondolkodni, ahhoz ismernie kell ezt a gondolkodásmódot, azt, hogy kritikailag hogyan lehet hozzáállni ahhoz, amit hallasz, látsz, és amit tanulsz az egyetemen. Azt gondolom, hogy a tech egy nagyon fontos helye annak, hogy felelősen tudjál létezni a világban, bármivel is akarsz foglalkozni, és emellett pedig ad egy olyan közösséget, ami az életed során így remélhetőleg végig fog követni téged. Hogy mit adott számomra a tech, azt nagyon könnyen csak úgy tudnám leírni, hogy így, hogy mivel egy Isten háta mögötti kis faluból származó Ukrajnából, ahonnan nem annyira mobilisak az emberek, és egyáltalán nem gyakorol, hogy bekerülnek felsőoktatásba. Szóval ilyen szempontból a tech azt tette nekem, hogy egy olcsó lakhatást biztosított, meg egy olyan közösséget, amelyik támogatott abban, hogy az alacsony osztályhelyzetemből fakadóan be tudjak kerülni egy felsőoktatási intézménybe, és egy nagyon erős szakmai háttérrel is tudott engem támogatni. Csomó mindent már tudok értelmezni, olyan témákat, olyan dolgokat, amiket előtte nyilván eszembe se jutott. És hát nyilván ez is az, hogy ezt így emberekkel együtt lehet csinálni, lehet beszélgetni ezekről a témákról, és meg nyilván kapcsolatokat is jelent, ami majd hát így hosszú távon azért ez így fontos lehet, főleg azoknak, mindenkinek, de azoknak is, akik mondjuk tényleg így nem tudom, így nem ide születtek, vagy nem Budapestre. És ja, nagyon izgalmas témák vannak, szóval, hogy emlékszem, amikor így néztem a tech téli táborának a ilyen műsorát, meg a programját, szóval így teljesen így emlékszem, hogy annyira izgatottá váltam, meg ilyen nagyon izgalmasnak láttam, és hogy továbbra is azt gondolom, hogy ez így izgalmas számomra, meg így izgalmas, amikről itt beszélünk. A tech az egy olyan közösség az életemben, ahol talán egész életem során a legjobb volt lenni. Elképesztően felszabadító hely, és hogy gondolkoztam, hogy ez miért van. És egyrészt azért, mert a bázis demokratikus alapú működés az, hogy így érzed, hogy a szabad ugyanannyit ér, mint másé, hogy nem vágnak a szabadban, meghallgatnak. Másrészt van egy olyan légkör, ami annyira szeretettel teli, hogy ez igazából kb. A legjobb dolog, ami a 20-as éveid során történt veled. És a tech segít abban gondolkozni, hogy milyen közösségben szeretnél élni, és milyen egy jó közösség, és például itt nyert értelmet számomra a női szolidaritás. Szakmailag a tech nagyon-nagyon inspiratív, főleg amiatt, hogy vannak azért különböző szakmájú emberek, viszont így elméletben mégis sok minden így összeér, és így van egy olyan közös nyugvópont, ahonnan így azt érzed, hogyha így beszélsz a te szakmaiságodról, akkor így ilyen hallgató emberekre találsz, akik így meghallgatják, amin épp öröksz, és így hozzá tudnak szólni, és egy csomó kapcsolatot kapsz egyébként így mindenféle szervezetekhez, meg akár a közéletbe való bekapcsolódáshoz is, hogy így jobban be tud csatornázódni.